Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntök mindenkit a mai előadáson, amelynek a címe elég hosszú. Kifullad-e a kínai növekedés, a kínai gazdaság aktuális helyzete és növekedésének fenntarthatósága? Mindenekelőtt szeretnék kitérni arra, hogy miért fontos foglalkoznunk a kínai gazdasággal. Van egy régi kínai mondás, amely így hangzik: Feng xing cao yan. Tudom, hogy mindenki érti, és nem szükséges lefordítani, de a rend kedvéért megteszem. Ez magyarul nagyjából úgy hangzik, vagy nagyjából úgy lehetne lefordítani ezt a kínai mondást, hogy ha a fű felett jár a szél, a fűnek meg kell hajolnia. Nos, a kínai gazdaság szele erőteljesen borzolja a gyepet, és csavargatja a fákat a világ minden országában, beleértve akár az Amerikai Egyesült Államokat, vagy akár Németországot is. Kína jelenleg vitathatatlanul gazdasági nagyhatalom. Az elmúlt több mint 30 év során a kínai GDP évente hozzávetőleg 10% körüli növekedést produkált. Ezzel szoros összefüggésben ma már a kínai gazdaság a világ egyik legnagyobb gazdasága. Általában kétfajta számítási módozatot szoktunk használni ennek kiszámítására. Egyrészt a nominális GDP alapján történő számítást, másrészt pedig a PPP alapon, tehát a vásárlóerőparitáson történő számítást. Nos, a nominális GDP alapján számolva jelenleg a kínai gazdaság a világ második legnagyobb gazdasága. És közvetlenül az Amerikai Egyesült Államok után következik a sorban. Vásárlóerőparitáson számolva azonban 2014-ben a kínai gazdaság a világ legnagyobb gazdaságává lépett elő, tehát megelőzte már az Amerikai Egyesült Államok gazdaságát is vásárlóerőparitáson számolva. Kína ugyanakkor a világ legnagyobb exportőre, nem véletlenül nevezik gyakorta a világ műhelyének vagy a világ gyárának. Az elmúlt évek során maga mögött hagyta Japán, az Amerikai Egyesült Államokat és végül Németországot is, és a világ legnagyobb exportőrévé lépett elő. Kína egyúttal a világ legnagyobb kereskedő nemzete is, tehát exportjának és importjának összvolumene alapján is azt mondhatjuk, hogy világ első. Előbb maga mögé utasította Németországot, majd az Egyesült Államokat, és ezzel megszerezte az elsőséget. Kína a világ legnagyobb piaca is egyben, hatalmas piac, egy közel 1,4 milliárd fogyasztóval, akiknek a vásárló ereje ugyanakkor rendkívül dinamikusan növekszik. Tehát nem csak azt kell látni, hogy Kína egy hatalmas piac, hanem ráadásul egy olyan piac, ahol a fogyasztóknak a vásárló ereje rendkívül dinamikusan növekszik. Hogy miről is van itt szó? Nos, azt kell látnunk, hogy a kínai gazdasági fejlődés nem csak makroszinten tapasztalható meg, hanem mikroszinten is tapintható, kézzelfogható. Ugye ezt többek között a lakosság jövedelem színvonalán, jövedelmének viszonyain lehet lemérni. És azt kell látnunk, hogy az elmúlt nagyjából 30 évben a kínai lakosság jövedelme évente átlagosan körülbelül 8%-kal növekedett. Tehát még egyszer megismétlem, tehát az elmúlt több mint 30 évben évente átlagosan a kínai lakosság jövedelme körülbelül egy olyan 8% körüli növekedéssel gyarapodott. Ezt kicsit árnyalnám tovább. A 21. század első évtizedében, tehát 2001 és 2010 között a városi lakosság jövedelme 9,2%-kal növekedett. Ez a valós növekedés, tehát ebből már az inflációt is leszámoltuk. És a falusi lakosság jövedelme pedig 8,1%-kal növekedett évente. Ugye ez egy nagyon furcsa dolog. Kínában nagyon gyakran így készítik el a statisztikákat, amikor a lakosság jövedelméről
készítenek statisztikát, hogy tudnélik, külön választják a városi és a falusi lakosságot. Kínában nagyon egyszerűen megállapítható az, hogy ki számít városi lakosnak és ki számít falusi lakosnak, tehát van egy úgynevezett hukhó rendszer, tehát egy ilyen hovatartozási nyilvántartás, amelynek alapvetően két fajtája van. Van ugye a városi hukhó, és van a falusi hukhó, tehát a városi igazolvány, és van a falusi igazolvány. Ennek a részleteiben nem szeretnék belemenni. Egyébként ez az úgynevezett hukhó rendszer, ez éppen most van reform alatt, és éppen most kezdik fellazítani. Nos, hát igazából az utolsó lezárt év statisztikailag a 2014-es év, és hogyha a 2014-es évben megvizsgáljuk a kínai lakosság jövedelem viszonyait, akkor azt látjuk, hogy a városi lakosság jövedelme 2014-ben 6,8%-kal növekedett, a falusi lakosságé pedig 9,2%-kal növekedett. Azt láthatjuk egyébként, hogy most megfordult a növekedésnek az üteme, ha úgy tetszik, egy kicsit erőteljesebben növekedett a falusi lakosság éves jövedelme, átlag jövedelme a tavalyi évben, mint a városiaké. Nos, mindenesetre azt láthatjuk ezekből a felsorolt adatokból, hogy a kínai lakosság jövedelme meglehetősen hát dinamikusan növekszik. A kínaiak maguk úgy szokták mondani, hogy úton vannak a Xiaohang megvalósítása felé, vagyis a szerény jólét megvalósítása felé, hölgyeim és uraim. Tehát úton vannak a szerény jólét megvalósítása felé. Erre én pedig azt szoktam mondani, hogy hát jó néhányan vannak a kínai társadalomban olyanok, akiknek a jóléte már meglehetősen szerénytelen. De hát ebben nem szeretnék mélyebben igazából belemenni. Nos, hát mindesetre azt kell látnunk, és az a fő tanulsága mindazoknak, amit most elmondtam, hogy tudnélik, a kínai piac nem csak egy hatalmas piac, nem csak egy gigantikus piac, hanem egy olyan piac is, amely fogyasztóinak a vásárlóereje rendkívüli dinamizmussal, rendkívüli dinamikával növekszik. Nem véletlen, hogy Kínában kiélezett piaci verseny folyik az egyre erősödő és sokasodó belföldi vállalatok, valamint a tömegével betelepülő külföldi vállalatok részvételével. Ugyanakkor azt kell látnunk, hogy Kína rendelkezik jelenleg, és már jó ideje, a világ legnagyobb devizatartalékával. 2014-ben a kínai devizatartalék 3840 és 3990 milliárd amerikai dollár között mozgott. Tehát még egyszer mondom, 3840 és 3990 milliárd amerikai dollár között mozgott tavaly a kínai devizatartalék. Ennek a kínai gazdasági nagyhatalmiságnak része egyébként az is, hogy Kína a világ egyik legnagyobb tőkevonzó képességgel rendelkező országa. A közvetlen külföldi befektetések, vagyis az FDI éves beáramlása tekintetében, tehát hogy az FDI ez a Foreign Direct Investment, a közvetlen külföldi tőkebefektetések, tehát a közvetlen külföldi tőkebefektetések éves beáramlása tekintetében Kína jelenleg a világon az első helyen áll. Ugyanakkor nem csak felszívja a globális gazdaságból a tőkét a kínai gazdaság, hanem nagyon fontos tőkeforrása is a világgazdaságnak, a globális gazdasági környezetnek, a globális gazdasági térnek. Az elmúlt évek folyamán Kína a világ egyik legnagyobb globális befektetőjévé, a világgazdaság egyik legfontosabb tőkeforrásává vált. Az úgynevezett Outward Direct Investment, vagyis az ODI, tehát a kifelé irányuló közvetlen befektetések éves kiáramlása tekintetében Kína ma már a harmadik helyen áll a világranglistán. Kizárólag az Amerikai Egyesült Államok és Japán előzi meg. Fontos megemlíteni azt is, hogy Kína egyúttal a világ legnagyobb energiafelhasználója.
Ebből fakadóan rendkívül nagy hatást gyakorol az energiahordozók árának alakulására is. A világ legnagyobb energiafelhasználója, egyúttal a világ legnagyobb energiatermelője is, a világ legnagyobb széntermelője, legnagyobb szénimportőre, legnagyobb szénfelhasználója. Itt jegyezném meg egyébként, hogy Kínában az energia torta egy kicsit elavult szerkezetű, tehát mondjuk az energiafelhasználás, ha úgy tetszik, egy kicsit elavult szerkezetű, abban az értelemben, hogy Kínában az energiának hát több mint 70%-át a szénből nyerik. Hát nem véletlen, hogy a környezetvédelmi kihívások, ezek komoly leküzdendő problémát jelentenek Kínában. Ugyanakkor az olaj felhasználása is rendkívül jelentős, az olaj éhsége is rendkívül jelentős a kínai gazdaságnak. Azt kell látnunk, hogy tavalyi adatok alapján azt mondhatjuk, hogy a világ olaj felhasználásának 11%-át a kínai olajfelhasználás teszi ki. Ugyanakkor Kína olajimport függősége meglehetősen nagy. Az olajnak körülbelül 60%-át importból szerzi be a kínai népköztársaság. Egészen pontosan 59,5%-át fedezi importból. Tehát ugye külföldről szerzi be a nagy részét a felhasznált olajnak, a szükséges olajnak, és ez az olajfüggőség, vagy olajimport függőség az idei évben a számítások szerint meg fogja már haladni a 60%-ot is. Tehát az idei évben már meghaladja a külföldről behozott olajnak az aránya a 60%-ot is. Na most elsősorban honnan importál olajat a kínai népköztársaság? A legfontosabb forrása, legfontosabb importőr, olajimportőr Kína számára Szaúd-Arábia. Ők állnak az első helyen, onnan érkezik a legnagyobb mennyiségű olaj a kínai népköztársaságba. Második helyen Angola található, és harmadik helyen, ez egy érdekes adat, azért is hangsúlyozom, a tavalyi évben már Oroszország állt. Oroszországát. Azt kell látnunk, hogy az Oroszországból származó kínai olajimport év per év alapon a tavalyi évben 36%-kal növekedett. 36%-kal. Ez egy óriási növekedés, ami nagyon szépen mutatja, hogy az orosz-kínai energiaügyi együttműködés egyre komolyabban kezd működni. De ugyanakkor azt kell látnunk, hogy Kína számára az olajbeszerzés tekintetében nagyon fontos forrás még például Irán és Omán is, és még hosszasan sorolhatnám. Nos, a kínaiak gyakran szokták mondani, hogy tású tízjá hacsangliang. Nyilvánvalóan ezt is mindenki értette, és nem szükséges lefordítanom. De azért lefordítom a rendkedvéért. Ez azt jelenti, hogy nagy fa tövében jól lehet hűsölni. Tehát nagy fa tövében jól lehet hűsölni. Most esetünkben mire vonatkozik ez a mondás? Arra vonatkozik, hogy természetesen egy ilyen nagy gazdasággal folytatott kooperáció komoly előnyökkel járhat azoknak az országoknak, akik megtalálják a kooperációnak a helyes módját. Nos, hát ugye azt mondják a kínaiak, vagy azt szokták mondani a kínaiak igen gyakran, hogy a nagy fa tövében jól lehet hűsölni, ez igaz. Ugyanakkor azt kell látnunk, hogy vannak olyan szituációk, amikor az ember nem az árnyékra vágyik, hanem mondjuk a napfényre. És akkor viszont ez a nagy fa rendesen eltakarja a napot az elől, aki éppen a tövében tartózkodik. Tehát ez is egy nagyon fontos aspektusa ennek a történetnek, hogy hát Kínával ugyanakkor nagyon nehéz versenyezni. Tehát nyilvánvaló, hogy a vele folytatott kooperációból nagyon sok előnye származik azoknak az országoknak, akik megtalálják a helyes módját a kooperációnak, ugyanakkor egy nagyon komoly versenytárs is a világpiacon.
És akkor még azt tenném hozzá ez a nagyfa hasonlathoz, egy kicsit tovább szeretném görgetni, hogy a nagyfával azért is vigyázni kell, mert ha jön egy hatalmas nagy vihar, akkor a szél ránk döntheti. Ezért mondom, hogy nagyon fontos, hogy hogyan helyezkedünk. Tehát ha árnyékban akarunk, tehát határozzuk meg, hogy éppen árnyékban, éppen napfényben akarunk lenni, mit szeretnénk csinálni, és ennek megfelelően választjuk meg mindig a pozíciónkat a nagy fával kapcsolatban, vagy a nagy fához képest, és hát minden természetesen a viharokra is föl kell készülnünk. Nem azt mondom, hogy a vihar az most itt van a nyakunkon, ez egy ilyen worst case szenárió, ha úgy tetszik, de hát mindenre föl kell készülni, és minden, és oda kell figyelnünk minden esetőségre. Nos, menjünk tovább. Mielőtt azonban lényegesen tovább mennék, egy kicsit vissza kell ugranom az időben 2008-ig. A 2008-ban kirobbant globális pénzügyi és gazdasági válság ugyanis a kínai gazdaságra is rendkívül nagy hatást gyakorolt. Még akkor is, ha ez első pillantásra nem is olvasható ki a GDP adatokból, a GDP statisztikákból, és egyáltalán a gazdasági statisztikákból. A pénzügyi és gazdasági világválság Kínára gyakorolt hatásának az egyik első dokumentuma egy közlemény volt, amit a Bank of China bocsájtott ki, közvetlenül azt követően, hogy az Amerikai Egyesült Államokban csődöt jelentett a Lehman Shunti, ahogy a kínaiak mondják, Lehman Shunti, vajon mi lehet, ez a Lehman Brothers. Mindenki tudta nyilvánvalóan, tehát a Lehman Shunti, ez a Lehman Brothers. Gyakorlatilag a globális pénzügyi és gazdasági válságnak az egyik első dokumentuma Kínában az a Bank of China közlemény volt, amelyet a Bank of China, ugye ez egy hatalmas kínai bank, adott ki, közvetlenül azt követően, hogy az Amerikai Egyesült Államokban tönkrement, becsődölt a Lehman Brothers. Nos, ebben a közleményben a Bank of China arról tájékoztatott, hogy 75 millió dollárnyi befektetése volt, nem milliárd, millió, 75 millió dollárnyi befektetése volt a Lehman Brothers-ben, és ez az összeg mostanra behajthatatlanná vált, de ez az összeg a Bank of China teljes tőkeállományának mindösszesen a 0,0%-a, és a nullák után valahol volt egy egyes is. És akkor hozzátették, hogy tehát ez a veszteség a bank működését nem veszélyezteti, nem befolyásolja. Nos, ez a közlemény azután sokakat megnyugtatott, és más bankok hasonló közleményei úgy szintén. De aki azt hitte, hogy Kína szempontjából az ügynek ezzel vége, annak rá kellett jönnie, hogy a csend csak vihar előtti csend. Hamarosan ugyanis elementáris erővel érte el Kína partjait a világgazdasági válság cunamia. Mint az ismeretes, a kínai gazdaság már 2008-ban is a globális gazdaság szerves része volt, sőt, a globális gazdaság egyik motorja. Sőt, a globális gazdaság egyik centruma, ezt is gyorsan tegyük hozzá. Ebből fakadóan továbbá a kínai gazdaság egyes alapvető sajátosságaiból eredően a 2008 második felében kezdődött globális pénzügyi és gazdasági válság komoly problémákkal állította szembe a kínai népköztársaságot is. 2008-ban a kínai gazdaság alapvetően exportvezérelt és beruházásvezérelt gazdaság volt. Márpedig a globális gazdasági válság éppen az exportpiacok beszűkülését és a tőke hiányát, óvatosabbá válását hozta magával. Szerte a világban csökkenésnek indult a vásárlóerő, visszaesett a hitelezés, erősödött a protekcionizmus, eltűnt a pénz, a tőke, a pénz- és tőkepiacokról, lényegesen visszafogottabbá váltak a tőkebefektetések. Kína
legnagyobb exportpiacait jelentősen érintette a válság, beleértve az Európai Uniót is. Magyarán szólva, éppen az a két dolog tűnt el a világgazdaságból, amire a kínai gazdaságnak a legnagyobb szüksége volt, a jó exportpiacok és az aktív tőke. Ráadásul a kínai gazdaság szerkezetének, növekedési modelljének számos olyan sajátossága volt, amelyek veszélyeztették a kínai gazdasági növekedés hosszú távú fenntarthatóságát, illetve rendkívül érzékenyé tették a kínai gazdaságot a külső hatásokkal szemben. Most ezek közül csak hármat említek. Az első, a belső kereslet, a fogyasztás rendkívül kismértékű hozzájárulása a gazdasági növekedéshez. A második, a szolgáltató szektor viszonylag alacsony részesedése a GDP-ből. A harmadik, az alacsony hozzáadott értéket teremtő termelés magas részaránya. Most nagyon figyeltem, hogy a kettőt így mutassam, és ne így, mert ugye ez Kínában 8-at jelent. Úgyhogy, ha valaki bemegy a kocsmába Kínában, és két sört kér, akkor nagyon fog csodálkozni. Elnézést az intermezzóért. Nos, a gazdasági szerkezet a növekedési modell átalakításának szükségességével a kínai gazdaság irányítás már hosszú ideje tökéletesen tisztában volt, azonban a konjunktúra értelemszerűen késleltette a reformok elmélyítését. 2008 végén azonban bizonyos reformokat már nem lehetett tovább halogatni, a világgazdasági helyzet egyszerűen kikényszerítette egyes strukturális átalakítások felgyorsítását. 2008. november elején a kínai kormány bejelentette, hogy nagyértékű gazdaságélénkítő csomag segítségével igyekszik serkenteni a kínai gazdaság növekedését. Azaz, hogy 2010 végéig 4 billió yuant fordít gazdaságélénkítésre és strukturális átalakításokra. Ez a 4 billió yuan, ez akkoriban hozzávetőleg 586 milliárd amerikai dollár volt. Tehát 586 milliárd amerikai dollár. Ez egy gigantikus méretű gazdaságélénkítő csomag. Nos, a kínai állam a válság hatásait elsősorban azzal igyekezett kivédeni, hogy serkenti a belső fogyasztást, felgyorsítja az infrastruktúrális beruházásokat, tovább csökkenti a magánszemélyek és a vállalkozások adóterheit, továbbá felgyorsítja a kínai gazdaság szerkezetének átalakítását. Nos, a 2008-ban megkezdődött gazdaságélénkítés, amelynek a felhajtó ereje nagyjából 2011-ben fulladt ki, a gazdasági fejlődés dinamikájának fenntartása szempontjából egyértelműen egy sikertörténet volt, hiszen továbbra is 9-10% körüli növekedési pályán tartotta a kínai gazdaságot. Ugyanakkor ez a gigantikus pénzösszegeket felemésztő gazdaságélénkítő program egyrészt újabb problémákat hozott magával, másrészt pedig bizonyos eleve meglévő problémákat tovább súlyosbított. Nos, a kínaiak gyakran szokták mondani, van egy ilyen szállóige Kínában, hogy ami nagyjából, ugye megint nem kell lefordítanom, nem, jó, akkor tovább is lépve. Mindegy, a rendkedvéért lefordítom, ezt magyarul nagyjából úgy lehetne lefordítani, hogy a kínaiak a múlt pénzét költik, a nyugatiak a jövő pénzét költik. Nos, hát azt tudom mondani, hogy ez a gazdaságélénkítő csomag, ez egy olyan gazdaságélénkítő csomag volt, amikor a kínaiak már nem a múlt pénzét költötték, hanem bőven a jövő pénzét. Ráadásul olyan pénzeket is elköltöttek a gazdaságélénkítő csomag keretében, amelyeket még a jövőben se fognak megtalálni. Tehát azt szeretném hangsúlyozni, hogy az jut eszembe még, hogy ugye van ez a bizonyos rossz emlékű nagyugrás időszaka, ez még a Kínának a maoista érájában valósult meg,
ugye gazdasági szempontból egy tragédia volt, meg egyébként nagyon sok szempontból, sok más szempontból is, nagyon sok más fontos szempontból is tragédia volt. A lényeg az, hogy a nagyugrás időszakának volt egy, ennek a rossz emlékű időszaknak volt egy olyan jelmondata, amely így hangzott, hogy Qinyan xinghu, wan nian xingfu, ami azt jelenti, ezt persze nem kell önöknek mondanom, de azért lefordítom, hogy néhány év fáradozás, 10 000 év boldogság. Tehát néhány év fáradozás, 10 000 év boldogság. Nos, hát a gazdaság élénkítő csomag jelmondatának, ha úgy tetszik, ennek a fordítottját választottam volna, tehát nagyjából úgy, hogy néhány év boldogság, 10 000 év fáradozás. Na persze, a probléma nem ilyen súlyosságú, tehát nem gondolom, hogy most 10 000 évig kell majd ezeket a pénzeket hát visszaszedegetni, de minden esetre a gazdasági élénkítő csomagnak voltak bizonyos negatív mellékhatásai, fúzójungjai, ahogy a kínaiak fogalmaznának. Nos, hát lépjünk is tovább. És a jelenlegi kínai gazdaságpolitika szorosan összefügg mindazzal, ami 2008-ban, illetve azt követően történt a kínai gazdaságban, illetve a világgazdaságban. Jelenleg a kínai gazdaságpolitikának elsősorban két fő stratégiája van. Az első, a gazdasági növekedési modell megváltoztatása. Tehát az első, a gazdasági növekedési modell megváltoztatása. Ezt a kínaiak ugye úgy mondják, hogy Chuan Bian Jing Ji Fa Zhang Mo Shi. A második, a gazdaság szerkezetének átalakítása. A gazdaság szerkezetének átalakítása. Ezt mondják úgy a kínaiak, hogy Tiao Zhang Jing Ji Jie Guo. Ezen stratégiák keretén belül a legfontosabb stratégiai célkitűzések a következők. Egy, a belső fogyasztás serkentése, a hazai kereslet stimulálása. 2. A szolgáltató szektor GDP részesedésének gazdasági jelentőségének növelése, tehát a szolgáltató szektor GDP részesedésének gazdasági jelentőségének a növelése. 3. A magasabb hozzáadott értéket teremtő termelés részarányának a növelése. Nos, az alábbiakban, a következőkben a legfrissebb gazdasági statisztikák alapján vizsgáljuk meg, hogy milyen is a kínai gazdaság aktuális állapota, milyen trendek mutathatók ki a kínai gazdaságban. Most először is nézzük meg a GDP adat alakulását, illetve a GDP adatok alakulását. Ugye azt kell látnunk, hogy 2008, hogyha egy kicsit visszatekintünk a GDP adatok alakulására, akkor azt kell látnunk, hogy 2008 bizonyos értelemben választóvonal volt a kínai gazdaság történelmében. 2008 előtt jó néhány évig a kínai gazdaság több éven keresztül már 10% fölötti gazdasági növekedést produkált. Mondok példákat. 2005-ben a kínai gazdasági növekedés 11,3%-os volt. 11,3%-os. 2006-ban 12,7%-os volt a GDP növekedése. 2007-ben, tehát egy évvel a pénzügyi és gazdasági világválság kirobbanását megelőzően 2007-ben 14,2%-os volt a GDP növekedés Kínában. Ez egy óriási növekedés. Tehát ez egy hihetetlen mértékű, gigantikus növekedés. Ezt nagyon-nagyon fontos látni. És 2008-ban a gazdasági növekedés visszaesik, ezt persze idézőjelben mondom, visszaesik 9,6%-ra. Tehát még mindig 10% körül mozog a gazdaságnak a növekedése, a gyarapodása, de már nem 10% fölötti a gazdasági növekedés. Ugye ekkor belekerül ez a bizonyos gazdaságélénkítő csomag a kínai gazdaságba, amiről mondottam volt, hogy eredetileg az volt a terv, hogy 2010-ig húzza a kínai gazdaságot. Egyébként a gazdaságélénkítő csomagnak a kifutása az nagyjából 2011-ben
2011-ben tapasztalható, tehát hogy valójában a hatás, az a felhajtó ereje az nagyjából 2011-ben fut ki a kínai gazdaságból, és azt kell látnunk, hogy 2009-ben már jócskán köszönhetően a gazdaság élénkítő csomagnak 9,2%-os a kínai gazdasági növekedés. Hát ugye hát ez az a gazdasági növekedés, amikor hát a kínai vezetők már szégyenkezve lépnek a nyilvánosság elé, csak 9,2%-os sikerült növekednünk. Nos, 2010-ben azonban sikerül újból megvalósítani a bravúrt, tudnélik újból 10% fölé emelkedik a gazdasági növekedés, 10,4%-kal növekszik a gazdaság 2010-ben. 2010-ben 10,4%-kal növekszik a gazdaság Kínában, tehát újból 10% fölé megy a gazdasági növekedés, és 2011-ben is még viszonylag jó GDP adat lát napvilágot, tehát 2011-ben 9,3%-os gazdasági növekedést realizál a kínai gazdaság, tehát 9,3%. Na most a gond az igazából 2012-től jön, ugyanis azt kell látnunk, hogy 2012-től már folyamatosan 8% alatti a kínai GDP növekedése. Mondom konkrétan, tehát 2012-ben 7,7%-os GDP növekedést produkál a kínai gazdaság, tehát 7,7%. 2013-ban ugyanúgy ezt a bűvös 7,7%-os növekedést sikerül a kínai gazdaságnak produkálnia, tehát 2013-ban is 7,7%-kal növekszik a kínai gazdaság, és 2014-ben, tehát ez a legfrissebb lezárt év, a legutóbbi lezárt év, mi meglepő, hiszen 2015-öt írunk, és még nagyjából az elején vagyunk. 2014-ben a kínai gazdasági növekedés 7,4%-os volt. Tehát azt láthatjuk, hogy 2012 óta a kínai gazdasági növekedés 8% alatt mozog. Na most persze mondhatjuk azt, hogy szép-szép, azért még mindig szép ez a 7% fölötti gazdasági növekedés, csak ugye mi azt szoktuk erre mondani, hogy ez nagyon szép, csak nem Kínának. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tehát az az igazság, őszintén megmondom önöknek, hogy évek óta van egy ilyen közhelyszerűen emlegetett hát vélemény a kína szakértők körében, mégpedig ami úgy hangzik, hogy Kínának igazából 8% fölött kell növekednie, vagy minimum 8%-os szinten kell növekednie ahhoz, hogy ne legyen probléma a kínai gazdasággal. Ugye képzeljük el azt, hogy minden évben hány új munkavállaló érkezik ebben a gigantikus országban a piacra, akiket föl kell szívnia ennek a munkaerőpiacnak, és így tovább. Tehát, hogy Kína kihívásai ezen a téren azért azt kell, hogy mondjam, nem mindennapi kihívások. Ezt nagyon fontos megérteni. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy 8% alatti gazdasági növekedés Kínában azért nem olyan egyszerű helyzeteket teremt. Tehát mindenesetre a szituáció adott, és ezzel kell együtt élni Kínában. Nos, a gazdaság élénkítő csomag kifutása óta lassul a növekedés, ezt nagyon fontos látnunk, csökken a növekedés dinamikája. Ha a 2014-es GDP statisztikát még egyszer megvizsgáljuk, ugye 7,4%-os volt a 2014-es GDP növekedés, akkor azt láthatjuk, hogy 1990 óta ez a leglassabb növekedés volt a kínai gazdaságban. Tehát 1990 óta a leglassabb növekedés, a gazdasági növekedés a tavalyi évben volt. Ezt nagyon fontos látnunk és kiolvasnunk ezekből a GDP adatokból. A kínai kormányzati kommunikáció
ezzel, tehát a kínai kommunikáció ezzel összefüggésben és ennek a korábbinál lényegesen lassabb növekedésnek a jellemzésére már be is vezette a Xin Changtai kifejezést, ami azt jelenti, hogy az új normál állapot. Tehát ezt a növekedést ma a kínai kormányzati kommunikáció már úgy hívja, hogy az új normál állapot, Xin Changtai, az új normál állapot. Ennek a kifejezésnek világos üzenete van. Az az üzenete, hogy új korszak kezdődött, mostantól senki ne várjon 10% fölötti növekedést. Ez az üzenete. Nos, foglalkozunk egy kicsit, vagy vizsgáljuk meg egy kicsit szorosabban, egy kicsit jobban a 2014-es GDP, tehát a legutolsó lezárt évnek, statisztikailag lezárt évnek a GDP adatait. A 2014-es évben a kínai GDP összvolumene elsődleges számítások szerint, tehát majd még lesznek későbbi számítások, és az elsődleges számítások szerint a kínai GDP összvolumene 2014-ben 63.646 milliárd yuan volt. Tehát több mint 63.000 milliárd yuan volt a kínai GDP összvolumene 2014-ben. Ha megvizsgáljuk, hogy az egyes szektorok hogyan növekedtek, illetve a GDP hány százalékát termelik meg, akkor a következőt láthatjuk. A primér ágazat, tehát ugye a primér ágazathoz tartozik a mezőgazdaság, a halászat, állattenyésztés, erdőgazdálkodás, és a primér ágazat 4,1%-os növekedést produkált, és a GDP 9,2%-át termelte meg a 2014-es évben. A szekunder ágazat, tehát az ipar és az építőipar, szekunder ágazatba tartozik ugye az ipar és az építőipar, 2014-ben a szekunder ágazat 7,3%-os növekedést produkált, jelzem egyébként, hogy az ipar ezen belül 7%-os növekedést produkált, az építőipar pedig 8,9%-os növekedést, de összességében a szekunder ágazat 7,3%-os növekedést realizált, és a GDP 42,6%-át termelte meg. Tehát a GDP 42,6%-át termelte meg. A terciér ágazat, amely a szolgáltatóipar beleértve a kis és nagy kereskedelmet is, a terciér ágazat 2014-ben 8,1%-kal növekedett, és a GDP 48,2%-át termelte meg a tavalyi évben. Most ebből, mindezekből, amit elmondtam, ezekből a statisztikai adatokból fontos látnunk, hogy a mezőgazdaság rendkívül kis részét állítja elő a kínai GDP-nek, miközben a lakosságnak hozzávetőleg a fele elsősorban a mezőgazdaságból él. Azt is fontos látnunk, hogy a szolgáltatóipar GDP részesedése most már második éve haladja meg az ipar GDP részesedését. 2013-ban történt meg ez először, és most 2014-ben történt meg másodjára. Korábban erre nem volt példa Kínában, hogy a szolgáltatóipar GDP részesedése meghaladta volna az ipar, mondjuk a szekunder ágazat részesedését. Ugyanakkor azt kell látnunk, hogy egy kicsit minden területen visszaesett a növekedés dinamikája, mondjuk azt, hogy kivéve a mezőgazdaságot, ahol a tavalyi 4%-os növekedés helyett most 4,1%-os növekedést sikerült realizálni. Most nézzük meg egy picit az infláció mértékét. A fogyasztói árindexet megvizsgálva, ugye a fogyasztói árindex a CPI, a Consumer Price Index, vagy kínaiul ugye a Zhuminxiaofeijiage zhishu,
stb., de nem részletezem egyéb nemzetközi elnevezéseit. Tehát a fogyasztói árindex növekedése 2014-ben 2%-os volt. Tehát 2014-ben 2%-os volt. Tehát a fogyasztói árak átlagosan 2%-kal növekedtek. Néhány évvel korábban még 5,9%-ot is elért a fogyasztói árak növekedése. Ez sikerült 2012-re 2,6%-ra leszorítani, 2013-ban szinten tartani, és 2014-ben 2%-ra csökkenteni. Ugyanakkor fontos látnunk, hogy jelenleg Kínában komoly deflációs veszély van. Ez nagyon jól kiolvasható egyébként a 2015-ös adatokból is. 2015 januárjában az infláció mért, a fogyasztói árindex növekedés az 0,8%-os volt. 0,8, ez már majdnem nulla, tehát közelít a nullához. Februárban volt egy kis kilengés, 1,4%-os pluszon volt a fogyasztói árindex. Ugyanakkor azt kell látnunk, hogy február ilyen szempontból egy különleges hónap volt az idei évben, hiszen idén februárra esett a tavaszünnep, a kínaiak legfontosabb ünnepe, és ennek bizony nagyon komoly felhajtó ereje van az árakra, a fogyasztói árakra nézve. Ugyanakkor látnunk kell, hogy az tökéletesen kirajzolódik, hogy jelenleg az adatokból, hogy jelenleg Kínában komoly deflációs veszély van. Nem véletlen, hogy a kínai jegybank az utóbbi hónapokban többször is csökkentette az irányadó kamatlábakat, legutóbb például 25 bázisponttal 2,5%-ra mérsékelte az irányadó betéti kamatot, és szintén 25 bázisponttal 5,35%-ra mérsékelte az irányadó hitelkamatot. Tehát monetáris lazítás zajlik Kínában jelenleg. Fontos megjegyezni, hogy 2014-ben az élelmiszerárak, vagy az élelmiszerek fogyasztói ára sokkal nagyobb mértékben növekedett, mint más termékeké. Az élelmiszerek ára 3,1%-kal növekedett 2014-ben. Ezzel szemben a közlekedés és a hírközlés területén, beleértve a telekommunikációt is, 0,1%-kal csökkentek az árak. Tehát itt mínuszos növekedés volt. Telefonálni olcsóbb, enni drágább. Tehát az élelem drágább, a telefon, internet, stb. Ez mind olcsóbb jelenleg Kínában. Vagy mondjuk 2014-ben Kínában, mint mondjuk 2013-ban. Nos, nézzük meg az ipari termelői árindexet is. 2014-ben az ipari termelői árak 1,9%-kal csökkentek, tehát mínusz 1,9%-os volt az ipari termelői árindex. 2005 első két hónapjában szintén csökkenés volt, januárban mínusz 4,3, februárban mínusz 4,8. Az ipari termelők tehát 2014-ben olcsóbban tudták a termékeiket értékesíteni, csak úgy, mint 2013-ban és 2012-ben. Az ipari termelői árindex most már 36 hónapja folyamatosan esik, ami új rekord, szeretném hangsúlyozni. Ennek fő okai a gazdasági növekedés dinamikájának csökkenése, a gyenge kereslet, és az, hogy nagy volumenű a termelői kapacitás fölösleg jelenleg Kínában az ipari termelők körében. Nos, nézzük meg egy kicsit a kiskereskedelmi eladások összvolumenét. Ez egy rendkívül fontos adat jelenleg Kínában. A kiskereskedelmi eladások összvolumene akárcsak 2013-ban, 2014-ben is jelentősen növekedett az előző évhez képest. 2014-ben az összvolumen 26.239 milliárd yuan volt, ami 12%-os növekedést jelent az előző évihez képest. Tehát 12%-os növekedés az előző évihez képest. Ha az inflációs hatást kiküszöböljük, akkor a valódi növekedés 10,9%-os volt. Tehát 10,9%-os volt, ami jelentős növekedés. Felhívom a figyelmet arra, hogy a gazdasági szerkezetváltás és a növekedési modell
átalakításának fontos célkitűzése, hogy a kiskereskedelmi eladások összvolumene növekedjen. 2014-ben a kínai gazdaságot már elsősorban a fogyasztás húzta, ezt nagyon fontos látnunk. Vessünk egy pillantást az állóeszköz beruházásokra. Az állóeszköz beruházások alakulására. Most az állóeszköz, 2014-ben az állóeszköz beruházások mértéke tovább növekedett, ugyanakkor a növekedés üteme lassult, az utóbbi néhány évben már ez a trend érvényesült. Az év során összesen 51.276 milliárd yuan értékben valósult meg állóeszköz beruházás, tehát több mint 51.000 milliárd yuan értékben, és ez az előző évhez képest 15,3%-os növekedést jelentett. 15,3%-os növekedést jelentett. Ha az inflációs hatást kiküszöböljük, akkor a valódi növekedés 14,7%-os volt. De ugyanakkor azt kell látnunk, hogy például 2012-ben 20,29, 2011-ben 23,76, és így tovább sorolhatnánk. A költségvetés bevételére is vessünk egy pillantást. 2014-ben a költségvetés bevétele a kínai népköztársaságban stabilan növekedett az előző évhez képest. Az év során a költségvetés teljes bevétele 14.035 milliárd yuan volt, tehát 14.035 milliárd yuan, az előző évhez képest 8,6%-kal növekedett. Ebből adóbevétel 11.915 milliárd yuan volt, tehát majdnem 12 milliárd yuan volt az adóbevétel, ami 7,8%-os növekedés az előző évhez képest. Ugye fontos látnunk, hogy mindezt úgy, hogy közben adócsökkentések zajlanak Kínában. Tehát ez a növekedés, ez közben adócsökkentések mellett realizálódik. A KKV szektor szereplői számára nagyon jelentős adócsökkentések zajlottak az elmúlt években folyamatosan. 2014-ben a költségvetés hiánya 2,1% volt. Na most 2015-ben a tervezett költségvetési hiány 2,3%-os, tehát látjuk, hogy egy kicsit növekszik, tehát egy növekvő költségvetési hiánnyal számol a kínai vezetés, ami ugye mutatja, hogy aktív fiskális politikát folytat. Nos, a devizatartalékról már tettem azért említést, a devizatartalék újabb rekordokat döntött 2014-ben. Az év során a devizatartalék 3840 és 3990 milliárd amerikai dollár között mozgott. Egy kicsit a zsenminbi árfolyamára, a yuan árfolyamára is szeretnék kitérni, mert fontos a kínai gazdaság állapotának felmérése szempontjából, áttekintése szempontjából, vizsgálata szempontjából. Ugye a 2014-es év során a zsenminbi, a yuan a dollárhoz képest 0,8%-ot erősödött, és 2014-ben olyan nagyjából 6,14 körül mozgott, tehát magyarul egy dollár általában olyan 6,14 yuant ért az év során, de szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy 0,8%-ot erősödött a tavalyi évben is. 2013-ban ezzel szemben 3,1%-ot erősödött a zsenminbi, tehát a zsenminbi az utóbbi időszakban azért folyamatosan erősödött, ugye, mert így egy komoly nemzetközi elvárás egyébként Kínával szemben, például az Egyesült Államok részéről érkezik ilyen presszió Kína irányában. Nézzük meg a közvetlen külföldi tőkebefektetések alakulását. A 2014-es év folyamán összesen 119,5 milliárd amerikai dollár értékű közvetlen külföldi tőkebefektetés érkezett Kínába. Tehát, hogy az FDI-t megnézzük, a tavalyi év foreign direct investmentjét megnézzük, ez a Weishang Chujiet Hozu, ahogy a kínaiak mondják, hogyha ezt megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a tavalyi évben 119,5 milliárd amerikai dollár értékű közvetlen külföldi tőkebefektetés érkezett Kínába. Ez 1,7%-kal több, mint az előző évben. Ugyanakkor, mint említettem, 2014-ben Kínába érkezett a legnagyobb mennyiségű FDI világviszonylatban, tehát a legnagyobb mennyiségű közvetlen külföldi tőkebefektetés világviszonylatban. Ugyanakkor a
közvetlen külföldi tőkebefektetések területén is csökkenő dinamikát tapasztalhatunk. A Kínába irányuló közvetlen külföldi tőkebefektetések legnagyobb része 2014-ben a következő területekről és országokból érkezett. Szeretném megemlíteni őket. A legtöbb FDI, tehát a legtöbb közvetlen külföldi tőkebefektetés Hongkongból érkezett. Hongkongból. Na most álljunk meg egy pillanatra, hiszen ugye nagyon fontos tudni, hogy Hongkong Kína része. Hongkong Kína része. A kínai statisztikákban mégis a gazdasági statisztikákban külföld, tehát külföldként szerepel abban az értelemben, nem külföldi ország, hanem külföldi régió, tehát egy önálló régióként, inkább fogalmazunk, hogy egy önálló régióként szerepel, tehát Hongkong Kína része, de a gazdasági statisztikákban egy önálló régióként tekintenek rá, és azt kell látnunk, hogy a legtöbb FDI, a legtöbb közvetlen külföldi tőkebefektetés bizony Hongkongból érkezett 2014-ben a kínai népköztársaságba, mégpedig számokba öntve 85,7 milliárd amerikai dollár. 85,7 milliárd amerikai dollár. A második helyen áll Kína külföldi befektetői között Szingapur. Tehát a második helyen Szingapur található, innen érkezett a következő legtöbb FDI a kínai népköztársaságban. A második helyen az FDI forrásországok között Szingapur foglal helyet. Ők viszont 5,9 milliárd amerikai dollárt fektettek be a tavalyi évben a kínai népköztársaságban. Egy pillanatra gondolkodjunk el ezeken a számokon. Ugyanis a legnagyobb befektető, Hongkong, 85,7 milliárd amerikai dollárt fektet be, a második legnagyobb befektető Szingapur ehhez képest már egy lényegesen kisebb összeget, 5,9 milliárd amerikai dollár, 14,5-szeres a különbség az első és a második helyen lévő befektető között, nem ország, figyeljünk erre, régió, és tehát a hongkongi régió és Szingapur között 14,5-szeres a különbség. Nos, hát ehhez egyébként nagy mértékben hozzájárul az is, hogy Hongkongnak azért egy különleges szerepe van a kínai piacra való bejutásban. Ezt az idő rövidsége miatt azért nem szeretném túlzottan részletezni, de egyébként hozzáteszem, hogy az üzleti tanácsadói múltamból erre vonatkozóan hát igen sok tapasztalatom van. Tehát ha úgy teszik, jó sztorikat tudnék mesélni, de ezektől most eltekintek. Nos, a harmadik helyen áll az FDI források között Taiwan. Taiwan 5,18 milliárd amerikai dollárt fektetett be 2014-ben Kínában, a kínai népköztársaságban. A negyedik helyen áll Japán 4,3 milliárd amerikai dollárral. Szeretném azonban felhívni a figyelmet, hogy Japán, akivel Kína az utóbbi években, Kínának az utóbbi években igen feszült a viszonya, a tavalyi évben 38,8%-kal kevesebbet fektetett be Kínában, mint az azt megelőző évben. Tehát jelentősen csökkent a japán befektetéseknek a volumene 2014-ben az előző évhez képest. Ezzel egyébként Japán a harmadik helyről a negyedik helyre csúszott le ezen a listán. Az ötödik legnagyobb befektető Kínában Dél-Korea. Dél-Korea 3,97 milliárd amerikai dollárral. A hatodik legnagyobb befektető az Amerikai Egyesült Államok, már nem mondom a konkrét adatokat, a hetedik Németország, a nyolcadik Anglia, a kilencedik Franciaország és a tizedik Hollandia. Azt kell látnunk, hogy a 10 legnagyobb befektető együttesen a teljes FDI 94,2%-át fekteti be a kínai népköztársaságban. Nézzük meg a külkereskedelem összvolumenét. 2014-ben a külkereskedelem összvolumene 4.303 milliárd amerikai dollár volt,
tehát 4303 milliárd amerikai dollár, az előző évhez képest 3,4%-kal növekedett a külkereskedelem összvolumene. Az export ebből 2342,7 milliárd amerikai dollár volt, tehát nagyjából 2342 milliárd amerikai dollár. Ez 6,1%-os növekedés a tavalyi, az azt megelőző évhez képest, tehát 2013-hoz képest. Az import összesen a tavalyi évben 1960,3 milliárd amerikai dollár volt, tehát nagyjából 1960 milliárd dollár. Ez a 2013-as adathoz képest 0,4%-os növekedés, tehát az import 0,4%-kal növekedett mindösszesen az előző évhez képest. Nos, azt kell látnunk, hogy bár a külkereskedelem összvolumene növekedett, a 3,4%-os növekedés messze elmaradt a tervezett 7,5%-os növekedéstől. Tehát a tervezett növekedés, az idei évre tervezett növekedés 7,5%-os volt, ehhez képest a 3,4%-os növekedés ez messze nem éri el a kitűzött célokat. Immáron harmadik éve nem sikerül megvalósítani a kormányzati célkitűzést ezen a téren. Egy évvel korábban egyébként 7,6%-kal növekedett a külkereskedelem összvolumene. Az import, tehát azt is látnunk kell, hogy az import rendkívül alacsony növekedést realizált, mindössze 0,4%-kal növekedett, ami nagyon jól jelzi a kínai gazdaság gyengélkedését. Másrészt a gyenge import teljesítmény azt eredményezte, hogy Kína külkereskedelmi aktívuma rendkívül megugrott, év per év alapon majdnem 50%-kal, egészen pontosan 47,2%-kal. És így Kína külkereskedelmi aktívuma elérte 2014-ben a 382,5 milliárd amerikai dollárt. Ez egy őrületes aktívum, külkereskedelmi aktívum. Na most nézzük meg azt, hogy kik voltak a tavalyi évben Kína legfontosabb kereskedelmi partnerei. Első helyen áll az Európai Unió. Tehát Kína legfontosabb kereskedelmi partnere 2014-ben az Európai Unió volt. A kínai export az EU irányába egyébként 8,3%-kal növekedett, és az EU-ból érkező import is jelentős növekedést mutatott, 9,7%-kal növekedett, ami egy komoly növekedés. A második legfontosabb kereskedelmi partnere Kínának 2014-ben az Amerikai Egyesült Államok volt, tehát első helyen állt tavalyi évben a kereskedelmi partnerek rangsorában az Európai Unió, második helyen az Amerikai Egyesült Államok. A harmadik legfontosabb kereskedelmi partnere Kínának tavaly az ASEAN országok csoportja volt. Ugye az ASEAN országok, ez az ASEAN, ugye egy rövidítés, ez az Association of Southeast Asian Nations, tehát a Dél-Kelet-Ázsiai Nemzetek Szövetsége, beleértve Vietnámot, Tájföldet, stb. Ugye itt azt kell látnunk, hogy 2010. január 1-én létrejött az úgynevezett ACFTA, tehát az ASEAN China Free Trade Area, tehát az ASEAN Kína szabadkereskedelmi zóna, és ez nagyon jelentősen begyorsította, dinamizálta Kína és az ASEAN országok közötti kereskedelmet. Ennek eredményeképpen az ASEAN országok feljöttek ezen a listán a harmadik helyre. Tehát jelenleg az ASEAN országok Kína harmadik legfontosabb kereskedelmi partnere vagy partnerei. A negyedik legfontosabb kereskedelmi partner Kína számára tavaly évben Hongkong volt. Ugye megint a sajátos szereppel, tehát a kereskedelemben sajátos szerepet betöltő Hongkong nevével találkozhatunk, ugye tavaly évben Hongkong volt a negyedik legnagyobb kereskedelmi partnere Kínának. Az ötödik legnagyobb kereskedelmi partnere Kínának a tavaly évben Japán volt, viszont azt kell látnunk, hogy Japán ezen a listán folyamatosan csúszik lefelé, és a tavaly évben is azt láthatjuk, hogy Kína Japánba irányuló exportja 1,4%-kal esett vissza, a Japánból érkező import pedig 0,5%-kal esett vissza, tehát mínuszos volt a növekedés, ha úgy tetszik, de csökkenés volt a kereskedelemben az előző évhez képest, 2013-hoz képest.
A hatodik legnagyobb kereskedelmi partner, hatodik legfontosabb kereskedelmi partnere Kínának a tavalyi évben Dél-Korea volt, a hetedik Tájvan, a nyolcadik Oroszország és a kilencedik India. Na most vessünk egy pillantást a magyar-kínai kereskedelem tavalyi alakulására, és csak tényleg nagyon gyorsan. A tavalyi évben Magyarország összesen 7,5 milliárd amerikai dollár értékben kereskedett Kínával a KSH statisztikái szerint. Ez majd nyilván, most nem néztem a MOFCOM statisztikát, vagy nincs fejben nálam a MOFCOM statisztika, de általában a kínai kereskedelmi minisztérium statisztikájától el szokott térni. Az okaiban most igazából nem mennék bele. A lényeg az, hogy a KSH statisztika szerint a tavalyi évben 7,5 milliárd amerikai dollár értékben kereskedtünk Kínával. Ebből a Kínából érkező import, Magyarországra érkező import összesen 5,4 milliárd amerikai dollár volt, és a Kína felé irányuló exportunk, magyar export 2,16 milliárd amerikai dollár volt. Tehát azt láthatjuk, hogy Kínából gyakorlatilag a tavalyi évben 2,5-szer több áru jött be Magyarországra, mint amennyit mi Kínából exportáltunk. Na most, ha ezt valaki soknak találja egyébként, akkor mondanám, hogy mondjuk korábban ez még drasztikusabb volt, tehát mondjuk 2000-ben még rosszabbul álltunk. Tudni, 2000-ben több, tehát gyakorlatilag a Kínából érkező áru mennyiség az több mint 20-szorosa volt annak, amit Kínába exportáltunk. Több mint 20-szorosa volt. Tehát ehhez képest az, hogy most csak 2,5-szer nagyobb a Kínából érkező importunk, mint a Kínába irányuló exportunk, az már egy javulás, az már egy jobb teljesítmény. Nos, nézzük meg a továbbiakban a rizikófaktorokat, hogy milyen rizikófaktorok veszélyeztetik a kínai gazdaság fenntarthatóságát. Nos, azt kell látnunk, hogy a kínai gazdasági fejlődés fenntarthatóságát számos rizikófaktor veszélyezteti. Jelenleg a kínai gazdaság legfontosabb problémái közé egyebek mellett a következők tartoznak. Az egyik nagyon fontos rizikófaktor, hogy a kínai gazdasági fejlődés továbbra is egyenetlen, méghozzá rendkívül egyenetlen. A gazdasági fejlettség tekintetében nagyon nagy különbség van az egyes régiók között, tehát például mondjuk Kelet-Kína, Közép-Kína, Nyugat-Kína között. Nagyon nagy különbség van a városok és a falvak között, tehát mondanom se kell, hogy a városokban dinamikusabb a gazdasági fejlődés, és a falvakban kevésbé dinamikus. És rendkívül szélsőséges a jövedelem eloszlás a lakosság körében. Miközben több százmillió ember jövedelme a mezőgazdaságból származik, a mezőgazdaság az a gazdasági szektor, amely a GDP-nek csak 9,2%-át állítja elő, és amely a leglassabban fejlődik. Rizikófaktor továbbá a rossz hitelkihelyezések meglehetősen magas részaránya. Ezt nagyon fontos látnunk. A 2008-as gazdaságélénkítő program számos negatív mellékhatással járt. Ugye ezek közé tartozik a rossz hitelkihelyezések arányának újbóli megugrása. A 90-es években már volt hasonló helyzet, akkor rendkívül komoly erőfeszítéseket kellett tennie Kínának a probléma felszámolása érdekében. Másik fontos rizikófaktor a kínai gazdaság fenntarthatóságára, fenntartható fejlődésére nézve, az árnyékbankrendszer rendkívül nagyarányú térnyerése. Most az árnyékbankrendszer rendkívül nagyarányú térnyerése komoly kockázatot jelent a kínai gazdaságra nézve. Számítások szerint 2014 végén Kínában az árnyékbankrendszerben már 45 ezer milliárd yuan volt. Tehát az árnyékbankrendszerben 2014 végén számítások szerint Kínában már 45 ezer milliárd yuan mozgott. Ez gigantikus összeg. Tehát ez nagyon fontos aláhúznom. Ez a kínai GDP 71%-a. Tehát ez a kínai GDP 71%-a. Egyes intézkedések az utóbbi hónapokban valamennyire lelassították az árnyékbankrendszer további térnyerését, de a probléma továbbra is súlyos és kezelést igényel.
A másik nagyon fontos rizikófaktor, hogy az export számos nehézséggel küszködik. Milyen nehézségekkel küszködik az export? Például azzal, hogy problémák vannak a külföldi piacokkal, a külföldi exportpiacokkal, ugye? Például erősödő protekcionizmus, például a vásárlóerő csökkenése, és még hosszan sorolhatnám. A másik nagyon fontos nehézség, amivel küzd az export, hogy a kínai munkaerő ára folyamatosan növekszik. Bármi meglepő is, a kínai munkaerő ára folyamatosan növekszik, ami a gyártási költségek emelkedéséhez vezet. Harmadik nagyon fontos tényező az export tekintetében, fontos látnunk, hogy a zsenminbi, a yuan folyamatos erősödése nem kedvez a kínai exportnak magától értetődő módon. A következő nagyon fontos rizikófaktor az az, hogy az ipari termelés szintén jó néhány problémával kénytelen szembenézni, többek között azzal, hogy alacsony a kereslet, és nagy mennyiségű a felesleges, kihasználatlan termelői kapacitás. Rizikófaktor továbbá, hogy a hazai fogyasztás növekedési lehetőségei erősen korlátozottak. Számos tényező a hazai fogyasztás növekedése ellen hat. Ilyen tényező például a szociális háló szinte teljes hiánya, ami a lakosságot inkább a megtakarításra, mint sem a fogyasztásra ösztönzi. A kínai gazdaság, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a kínai gazdaság természetes evolúciója még nem jutott el oda, hogy a fogyasztás kompenzálni tudja az export gyengeségét. Ezt szeretném hangsúlyozni. Egy másik nagyon fontos rizikófaktor, hogy Kínában mostanra hatalmasra fújt ingatlan buborék képződött. Az ingatlan árak messze elrugaszkodtak a realitástól. Ennek ellenére 2014 első felében a lakáscélú ingatlanok árai tovább növekedtek. Csak az év második felében indult meg némi csökkenés, nem is beszélve arról, hogy 2014-ben az építőipar, mint ezt korábban említettem, 8,9%-kal bővült, és az ingatlanfejlesztési beruházások pedig 10,5%-kal növekedtek. Mondanék egy példát, ami azt gondolom nagyon szemléletes lesz, és érzékelteti a helyzet komolyságát. Jelenleg a pekingi ingatlanárak, tehát jelenleg a pekingi ingatlanárak átlagosan úgy 36 ezer yuan per négyzetméter körül mozognak. Ezt gyorsan váltsuk át magyar forintra. Hogyha átváltjuk, akkor azt látjuk, hogy jelenleg Pekingben egy átlagos ingatlannak az ára, tehát átlagos lakásnak az ára, mondjuk lakásszíló ingatlannak az ára, az nagyjából 1 millió 600 ezer forint per négyzetméter. Tehát egy négyzetméter 1 millió 600 ezer forint körül van. Azt gondolom, ez mindent elmond. Tehát négyzetméterenkénti 1 millió 600 ezer, és ez nem a legdrágább területein Pekingnek, hanem ez az átlagár. Ez az átlagár. Tehát mondjuk egy 60 négyzetméteres lakás, olyan 96 millió forintnak megfelelő összegbe kerül. 96 millió forintnak megfelelő összegbe. Na most jellemző élethelyzet az, hogy havonta 100-150 ezer forintnak megfelelő összeget kereső emberek, tehát havonta 100-150 ezer forintnak megfelelő összeget kereső emberek, 80-100 millió forint körüli értékű lakásokban élnek. Szeretném hangsúlyozni. Na most fontos rizikófaktor továbbá a helyi kormányzatok eladósodottsága. A helyi kormányzatok eladósodottsága meglehetősen magas, és adóssághelyzetük rendkívül nehezen kontrollálható. A kínai állami számvevőszék, tehát a kínai állami számvevőszék legutóbbi ilyen irányú vizsgálata azt mutatta ki, hogy a helyi kormányzatok adósságállománya kevesebb, mint 3 év alatt 70%-kal növekedett. Tehát kevesebb, mint 3 év alatt 70%-kal növekedett a helyi kormányzatok adósságállománya, és meghaladta a 17.900 milliárd yuant. Ez messze több, mint a kínai költségvetés teljes éves bevétele, és a GDP 31%-a körüli összeg.
Az új számvevőszéki vizsgálat jelenleg még készül, de az elemzők széles köre egyetért abban, hogy a legutóbbi vizsgálat óta az adósság mértéke csak tovább növekedett. Ráadásul bizonyos sajátosságokból fakadóan komolyan fennáll a veszélye annak, hogy a helyi kormányzatok adósságállománya a valóságban nagyobb annál, mint amit a kínai állami számvevőszék vizsgálatai feltárnak. Ezt is szeretném hangsúlyozni. Hatalmas veszélyt jelent továbbá a gazdasági fejlődés fenntarthatóságára nézve, hogy Kínában óriási társadalmi feszültségek halmozódtak fel. Kínában szinte egyáltalán nem létezik valódi szociális háló, a jövedelmek eloszlása rendkívül egyenetlen, továbbra is széles tömegek élnek szegénységben, széles tömegek élnek úgy, hogy úgy érzik, hogy a létfenntartásuk komoly nehézségekbe ütközik. Ráadásul nap mint nap számos negatív társadalmi jelenség bőszíti a lakosságot. Ide sorolnám a rendkívül nagymértékű korrupciót például. A kínaiaknak van erre egy mondás, amit a korrupcióra használnak. Ez úgy hangzik, hogy Changzai Hubianzhou, Nanen Pushuxie. Ugye? Megint csak nem kell lefordítanom. A lényeg az, hogy de azért lefordítom. Azt jelentett, úgy lehetne lefordítani magyarra, hogy aki gyakorta járkál a folyóparton, annak előbb-utóbb nedves lesz a cipője. Magyarul, akinek módjában áll korrumpálódni, az korrumpálódni is fog. Na most ez nem egy kifejezett bizalmat jelez a kínai lakosság részéről a közigazgatás szereplői irányába. Nos hát akkor, kifullad-e a kínai gazdasági növekedés? Azt kell mondanom, hogy mostanra, ha nem is fullad ki, egy kicsit mindenképpen elfáradt a kínai gazdaság. Mint láttuk, számos jele van annak, hogy a kínai gazdaság immáron harmadik éve gyengélkedik, és láttuk azt is, hogy a kínai gazdasági fejlődés fenntarthatóságát számos tényező veszélyezteti. A kínai gazdaság továbbra is növekszik, ugyanakkor a növekedés üteme a korábbi évekhez képest jelentősen lelassult. Azt gondolom leszögezhetjük, hogy a kínai gazdaságpolitikának, gazdaságirányításnak a jelenben és a jövőben, mégpedig a közeli jövőben számos problémát kell kezelnie, megoldania, ha biztosítani kívánja a kínai gazdasági fejlődés fenntarthatóságát. Tehát a kínai gazdasági fejlődés szereplőinek a jövőben úgy kell tevékenykedniük, ahogy az ókori kínai konfuciánus tanítás elvárja minden vezető pozícióban lévő embertől. Így hangzik az ókori konfuciánus tanítás, Zhu Lü Bao Bing, ami azt jelenti, tégy úgy, mintha vékony jégen lépdelnél. Köszönöm szépen a figyelmet!